Kedves nézőink, az elmúlt héten Ajka adott otthont a 15. magyar senior sakk bajnokságnak. A következőkben erről láthatnak egy összeállítást. Kik vettek részt ezen a versenyen? Hát természetesen a magyar állampolgársággal, vagy magyar versenyengedéllyel rendelkező seniorok, tehát 60 év fölötti versenyzők, akik erre a versenyre meghívást kaptak, vagy neveztek. Ez lényegében a sakkozásnak mondjuk a második vonala, hiszen a 38 résztvevő több nemzetközi mester és videmester is jelen volt, és minden idők egyik legerősebb mezőnye gyűlt össze. Nagyobb létszámmal voltunk még, de ilyen játékerővel rendelkező mezőny még nem volt az elmúlt évek során. Milyen nagy nevek vettek részt? Hát, ha nagynak lehet mondani a nemzetközi mestereket, akik, hát ugye most már azért csak a leszálló ágon vannak, ezt tudomásul kell venni. Szalánci Emil nemzetközi mester, akár hányszor Ajkán indult, még mindig megnyerte ezt a bajnokságot, de itt volt a Vasas mesteredzője, a díjazott a kört Káposztás Miklós nemzetközi mester is, itt volt a Boguszlavszki Jevgenyi nemzetközi mester, aki tiszta, ilyen értem, ezer éve Magyarországon élő ember, de itt volt, most ütötte be a 60 éves korhatárt, és először szerepelt a versenyen Volosin Vladimir fidemester, ő a szentes versenyző, Magyarországon él, Magyarországon tanít, magyar versenyengedélye van, a neve nyilvánvaló nem magyar. Ő lett most második, nem volt meglepetés, mert hiszen ő nagyon jó játékerőt képvisel, és ugye még ebben az esetben a fiatalabbak közé tartozik. Nagyon jó szerepelt dr. Eperjesi László, nemzetközi mester is, ő is ott volt az élbolyban. És hát tulajdonképpen az első 8 helyzetet díjaztuk, ott vagy fidemester volt, vagy nemzetközi mester. Más sok nem igen féltek közé ennek az erős mezőnynek. Az ajkaiak legeredményesebb versenyzője a Paksa Rudolf lett, egyúttal a megyeiek legeredményesebbje is, Paksa fidemester. Ő ott volt közvetlenül, a díjazottak mögött ugyanannyi pontot ért, csak rosszabb mezőny értékével került a 10. helyre, az első 8 volt díjazva, valamennyien 5,5 pontosak voltak, ami azt jelenti, hogy 9 megszerezhető pontból 5,5 teljesítettek, ami nagyon jó eredménynek mondható. Hétfőn kezdődött a verseny, az utolsó játszmát pedig vasárnap játszották le. Milyen rendszerben történt a verseny, illetve mi alapján értékelték a versenyzőket? Ugye megszokott módszer, hogy ahol ilyen létszám van, mi 38-an voltunk, itt svájci rendszerben kell a versenyt lebonyolítani. Azt jelentette, hogy is 9 fordulóban, nyilván a 7 napban csak úgy fér bele a 9 forduló, hogy 2 nap bizony túlóráztak is. A szerdai dupla fordulón az egyik játékos úgy fogta ki, hogy délelőtt is utolsónak végzett délután is, ő 10,5 órás sakkozott aznap. Mi szerencse, hogy ő aránylag a fiatalabbak közé tartók és bírta a gyűrődést, de ez nagyon-nagyon nehéz. Viszont 9-10 naposra elnyújtani a versenyt, azzal járna, hogy kevesebben tudják ezt a költségeket már állni, és akkor kevesebb lenne a létszám, úgyhogy legfeljebb azon gondolkodunk, hogy a úgynevezett standard játéktempón kellene egy kicsit finomítani, hogy még a Nemzetközi Sakkszövetség engedi ezt a versenyt, és viszont ne legyen ilyen kellően nehéz a dupla fordulók lebonyolítása. Foglaljuk össze, kik szerepeltek a legeredményesebben? Az első helyen végzett Szalánc C. nemzetközi mester, az ő 7 pontjával és veretlenül. Ő mindig annyit hoz ki magából, ami szükséges, viszont nagyon-nagyon szívósan tud küzdeni. Második helyen végzett a Volosin Vladimir, ő ugye a szentesiek fidemestere, és harmadik helyen végzett Mózes Ervin, aki szentesen játszik, de amúgy kettős állampolgárság volt, magyar és román versenyző. Ő szintén nemzetközi mester.
Mennyibe került a nevezési díj, és milyen nyereményeket lehetett szerezni? Hát ugye a nevezési díj az függ nyilván a illető játék elejétől. Az erősebbek azok nyilván kevesebbet fizetnek, vagy semmit sem, nemzetközi mestereknek nem fut nevezési díjukért, vagy megfelelő értékszám fölött nem kell azt fizetni. Utána akik gyengébb játékosok, azok viszont fizetni, tehát azt jelentette, hogy 6,500-től 8,500 forintig voltak a nevezési díjak. Az első díj pedig, ami egybe került kiosztásra, az bruttó 80,000, ami azt jelentette, hogy a versenyző, ami nyilván nagyon-nagyon megdolgozott, 68,000 forintot vihetett haza. Illetve utalják majd át neki a bankszámlájára. Hol szállásolták el a nem ajkai versenyzőket? Szokás szerint a banki kollégium ad otthont a versenyzőknek. Nagyon szeretik ezt a helyet. Egyrészt az, hogy már ismerik, megszokták, nagyon jó házigazdák a bankisok. Azon kívül pedig nagyon közel van a versenyteremhez, tehát sok szempontból nagyon jó. Azon kívül volt még vendégünk a motelban, és volt vendégünk a kempingben is, de ők, hogy mondjam, kisebb létszámot képviseltek. Szerveztek-e egyéb programokat is a versenyen kívül? Ebben az évben nem szerveztek, ugye korábban szoktunk fölmenni esetleg a Bánya Múzeumban, más különösebben nem csináltak. Az idén nem volt erre különösebben igény se, hiszen akik itt vannak, azok már valamennyien jártak ott fönn velem. Hát amit úgy lehet nevezni, hogy kísérő rendezvény volt, az a úgynevezett villámverseny, amint 11-en indultak. Érdekes módon csak erre a versenyre jött le Budapestre is versenyző, és ha hiszik, hanem Röszkéről is volt egy látogatónk. Hogyan kell elképzelni ezt a villámversenyt? De azt jelenti, hogy a klasszikus villámverseny 2x5 perc játékidővel, hát ott az óracsapkodás egy csöppet jellemző, mint az elmélyült gondolkodás, de nagyon népszerű ez a játékosok körében, sokan szeretnek úgymond is snellezni, tehát villámpartikat váltani. Ki volt ennek a versenynek a győztese? Ennek a versenynek a győztese a tapolcaiak kiválósága Nagy Zoltán fidemester volt, aki, ami nagyon ritka dolog, a 10 partiából mind a 10-et megnyerte. Ez nagyon nagy teljesítmény volt. Második a budapesti versenyző lett, aki szintén jó nevű nemzetközi mester. Gratulálunk a győzelemhez. Nehéz volt megnyerni ezt a versenyt? Igen, nehéz volt, mert sok tapasztalt játékos játszik itt. De hát nagyon sokat köszönhetek a Sanyi bácsinak, mert egy olyan bíró, hogy nála lehet játszani. Ő egy igazi bíró, nem szerepel, hanem rendet tart, úgyhogy... És hát nagyon jól érzem magam a Ajkán. Sokat köszönhetek a Kaufmann Attilának, szintén ajkai születésű, itt is él a mamája, mindjárt jön. Pongrácz Emilnek, szóval szeretek Ajkán játszani, ez meg a környezet, hát szóval tényleg jó. Ön honnan érkezett? Én most Budapesten lakom. Hányadszor sikerült megnyernie ezt a versenyt? Most nem tudom pontosan, azt hiszem 5-5-ször nyere meg, vagy 6-5-ször, de hát nem tudom, elfelejtettem, tehát nem tartom, de hát idősebbekkel más játszani, mert szóval nem annyira komputereznek, mint a fiatalok. És most szerettem volna játszani zalakarosolni, nem engedtek indulni. Mivel, hogy nem vagyok egy tollas játékos. Ez hihetetlen. De hát itt jól érzem magam, és azért játszom valószínű jól. Sokat számít a környezet, hogy tehát tágas, tisztaság, rend. Nem szeretem még, hogy beültetnek így, nem tudok játszani. Volt-e már hasonló sikere más versenyeken is? Hát volt, hát. És nem akarom, többször nyertem bajnokságot már. Csapatban is, meg megvertem polgárjutott Lékót. Persze nyilván ezért haragszanak is rám, tehát nem szeretnek. Én egy nagyon fura figura vagyok így a sakkban. Nagyon kevés és sok tehetség, tehát kellene egy kis kondíció. Mi a titka annak, hogy egy sakkverseny jól legyen megszervezve? Hát nem tudom, egy ilyen jó szervező kell, mint a Sanyi bácsi. Eleve a környezet, a levegő, meg
utazgatás, az is sokat számít az ebbe a korban már, hogy nem kell utazni 2 órát, vagy itt van a szállás, minden itt van, jó kávé, mondtam, tényleg fantasztikus hely.